A női kézilabda NB2 hétvégi bajnoki fordulójában a Hévíz SK a Budakalász SC csapatát fogadta. A játék biztosan értékesített hetessel indult mindkét csapat részéről, majd felváltva lőttek egy-egy gólt. Kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, mindkét kapus jó formában védett. Így a 10. percig csupán 6 gól esett, az állás ekkor 3-3 volt. Az első játékrész 15. percére a vendégcsapatnak sikerült 2 gólos előnyt kidolgozni, majd tovább növelték előnyüket. 10 perccel az első játékrész vége előtt 5-10-et mutatott az eredményjelző. Az utolsó percekben a hazai csapatnak sikerült ledolgozni a hátrányból, így az első félidő 8-11-es eredménnyel zárult. Igazából az első félidőben a támadó játékunkkal volt probléma. Fönn az öltözőben most megbeszéltük, hogy mind kell javítani, úgyhogy nagyon bízom abban, hogy a második félidőben jobban tudunk támadni. A második félidő hazai góllal indult, majd a vendégcsapat egymás után 2 biztosan értékesített hetessel alakította az állást. A második játékrész következő perceiben is kiegyenlített játékot láthattunk, a 15. percben 13-13-at mutatott az eredményjelző. A következőkben is felváltva estek a gólok, a játék vége előtt 5 perccel 2 gólos előre tett szert a vendégcsapat. Ekkor sem lehetett még kimenetelt jósolni, küzdelmes és izgalmas percek következtek. Alig 1 perccel a mérkőzés vége előtt 19-19 volt az állás, majd az utolsó másodpercekben belőtt góllal a vendégcsapat győzött. A mérkőzés végén Lanc Katalin szakosztályvezető értékelését kértük. Küzdöttünk, nem játszottunk jól, tehát az első fél időben 5 gólt tudtunk lőni, sajnos. Sok sérültünk miatt ugye cserélni se tudtunk. Nem tudok igazán mit mondani, mert úgy érzem, hogy küzdelembe azért följöttünk. Tehát amit tudtunk, azt megpróbáltuk, hát ennyire vagyunk képesek, valószínű. Azt azért szerintem egy kicsit a durvaságon már átmentek, tehát azért ez sok volt, én úgy érzem. Tehát itt több játékosnak is a karját tépték ki mindenét. Nem baj, hát utolsó forduló, most jövő héten pihenünk, utána Balatonmogler utolsó fordulóba, meglátjuk majd. A teljes mérkőzés csütörtökön tekinthetik meg a Hévízi televízióban.